Itt a híradó, köszöntöm Önöket! 39 munkáltató 149 állást ajánlott 114 különböző munkakörben azon az állásbörzén, melyet ma tartottak Pápán a sportcsarnokban. A Veszprém megyei kormányhivatal és a Pápai járási hivatal foglalkoztatási osztályának közös szervezésében megvalósuló programra 650 álláskeresőt hívtak meg, de a rendezvényen jelen voltak végzős középiskolások és egyéb érdeklődők is. Az állásbörzén megjelent munkáltatók betanított munkásoknak, szakmunkásoknak, érettségizetteknek és diplomásoknak ajánlottak állás lehetőségeket, a szakács és cukrásztól, a kreatív munkatárson át, a gépész vagy villamosmérnökig. A programra nem csak a munkanélkül lévők látogattak el, hanem olyanok is, akik váltani szeretnének, egy másik állásban kívánnak elhelyezkedni. Idén már harmadik alkalommal tartanak állásbőrzét Veszprém megyében, Balatonfüred és Várpalota után most Pápán. A pápai járásban pozitív a helyzet álláskínálat tekintetében, mondta el a kormány megbízott. Ha egy járási adatot nézzük, akkor azt talán, ami kiemelendő vagy fontos a pápai járás tekintetében, hogy 8500 a bejelentett vállalkozások száma, és azt is el lehet mondani, hogy az elmúlt három évben folyamatosan nőtt a munka lehetőségeknek az aránya, és körülbelül a felére csökkent az álláskeresők száma. Ugye azt gondolom, ezek beszédes számok, és ezek szép eredmények. A város részéről Pápa alpolgármestere nyitotta meg a rendezvényt. Unger Tamás elmondta, a munkaerőpiaci adatokból az látszik, hogy a város komoly változáson ment keresztül. Folyamatosan csökkent azoknak a száma, akik állást keresnek, és nem azért keresik az állást, mert nincsen állás a városban. Jelentem, munkaerő hiány van a városban, ezt ki kell, hogy mondjuk, munkaerő hiány van, és komoly munkaerő hiány van a városban, ami azt jelenti, hogy most már nem csak a szakképzett munkaerő hiányzik, hanem egy általános munkaerő hiányról beszélhetünk. Ha önök most itt eljöttek, azt gondolom, hogy önök azért jöttek, hogy megtalálják azt a munkát, amelyet szívesen végeznek. A standok között érdemes is volt körülnézni, mert az állások tekintetében változatos volt a kínálat a bőrzén. Jellegét tenkítve a fém megmunkálás, a vendéglátás asztalán, amely ismételten kiemelkedő, tehát az esztergályos, a CNC forgácsoló, de mellett az élelmiszeriparban a sütődék, illetve a vendéglátásban a szakács vagy épp konyhai kisegítői állások azok, amelyek talán most is többségében fellehetőek itt. A kormányhivatal felmérései szerint általában egy-egy állásbőrzének köszönhetően a meghívott álláskeresők 20-30%-a munkalehetőségre talál, mondta el Takács Szabolcs kormány megbízott. Fák, virágok, fény címmel szervezte meg költészetnapi megemlékezését a Pápai Nyugdíjasok Egyesületének irodalmi színpada. A tegnapi színes programon a Hemóban 20. századi és kortárs versek hangzottak el, de tavaszi dalokat is hallhatott a közönség a nyugdíjas énekkar tolmácsolásában. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete hosszú évek óta szervezi Magyar Költészetnapi rendezvényét. Volt, hogy könyvbemutatóval, volt, hogy József Attila emlékműsorral készültek, most pedig egy két részből álló verses, zenés programmal. Tudtuk meg Puskásné Tófei Valériától, az irodalmi színpad vezetőjétől. Az Országos Nyugdíjas Egyesület vezetősége egy versmondó versenyt hirdetett. Az a címe, hogy Fák, virágok, fény. Ennek a jegyében készülünk mi az első megmérettetésre, április 22-én Veszprémben, ahonnan majd hatan kerülhetnek tovább a legjobbak közül az országos döntőbe. És azt gondoltuk, hogy ezen a napon két részből fogjuk megcsinálni az ünnepet. Az első részben József Attilára emlékeztek verseivel és olyan költők írásaival, akik példaképüknek tekintették vagy kortársai voltak. A második részben pedig az országos versenyre való felkészülés anyagából mutattak be költeményeket. Tavasz van, és ezek a Fák, virágok, fény című versek mind a tavaszról szólnak. Vidámak, kellemesek, lelkát melengetők. A költészetnapi rendezvényen magyar költők verseit hallhatták az érdeklődők, köztük az irodalmi színpad tagjainak saját írásait. A Hét Csillag Kulturális és Sportegyesület rendszeresen szervez irodalmi programokat, természetesen a költészet napján is hirdettek felolvasó programot. A rendezvény helyszíne az Esti Kornél kávéház volt.
Több mint 30-an jelentkeztek felhívásukra, hogy a Magyar Líra gyöngyszemeivel örvendeztessék meg a hallgatóságot. 2010 óta működik Pápán a Hét Csillag Egyesület hagyományőrző szakága, mely felelős a kulturális programokért, így a költészet napi verses piknikért is, amire sokan jelentkeztek. Nagyon széles a skála, hogy kik vannak itt. Szerencsére most már mondhatom azt, hogy aki a irodalomkedvelő és amatőr versmondók, mindenki képviselteti magát szinte itt a különböző amatőr színjátszó csapatok, ami azt hiszem, hogy ad egy különleges hangulatot is, hiszen ilyenkor egymásnak is egy picit próbálják megmutatni, úgy gondolom, hogy ki mit tud, és ez nagyon jó kívülről megnézni. A rendezvényen ott voltak a város ismert versmondói, több amatőr csoport, többek közt a Telesterion Színházi Műhely, az SK Társulat és a Szó és Kép Színpad tagjai is. Kedvencem igazából, konkrét kedvencem nincs, régen volt, most már ezt elhagytam, és inkább így versek vannak. Nagyon szeretem a Nyugatosokat, szeretem Petőfit, Aranynak a balladáit, tehát azért jó pár költőt szeretek. Többen készültek József Attila verssel, de elhangzott jó néhány Nagy László, Radnóti és Petőfi költemény is, valamint megzenésített Utasi József gondolatok, de volt, aki saját versét olvasta fel, mint például Fülöp Tamás. Nagyon szeretem a költészetet, különösen a magyar költészetet, és mivel én is otthon írok verseket, így kézenfekvő volt, hogy itt megmutathatom magamat. Magyarországon a költészet napját első alkalommal 1946. április 11-én szervezték meg. Ezen a napon született József Attila 1905-ben, de ugyanígy április 11-én látta meg a napvilágot Márai Sándor is. 27. alkalommal szervezték meg a városi Nagy László szavaló versenyt. Tegnap délután a Tarci Lajos általános iskolában az általános iskolák tanulói megmutathatták versmondó tudásukat. A nagymúltú versenyen minden évfolyamot külön bírált a zsűri. Beteg lettem, szedte, vette, bacillus, ezt maga tette. A városi szavalóverseny megszervezését a Jogelőd Nagy László általános iskola kezdte el. A hagyományt a Tarci iskola folytatta. A megmérettetés népszerűségét a résztvevők száma is igazolja. Minden évben minden pápai általános iskola tanulói, valamint ugodi, homokbödögei lovászpatonai és hetényi diákok vesznek részt a szavalóversenyen. Első, második, harmadik osztályban még nincsen kötelező vers, negyedik osztálytól fogva már adunk kötelező verset is. Korábban csak Nagy Lászlótól adtunk kötelező verseket, aztán áttértünk a klasszikusokra, és néhány éve, 4-5 éve Nagy László mellett már kortárs költő kötelező versét is ajánljuk. Idén Szabó T. Annak kortárs költő versei is bekerültek a kötelező versek közé. Idén 60-an jelentkeztek a versenyre. A diákokat az iskola tanárai mellett óvónők, nyugdíjas vagy aktív pedagógusok értékelték. A bírálatnál szempont, hogy a személyiségéhez közel álló verset válasszon a gyermek. Elsősorban nézzük, hogy milyen a gyerekünk személyisége, illik-e hozzá az a vers, és a gyerek elfogadja-e, mert a gyerek szimpátiája, ami nagyon fontos, és azáltal lesz hiteles, ha a gyerek is egyetért a verssel, és illik a személyiségéhez, ne az internet döntsön. Agyakürekből zúranok elő, kék-barna villogású szalakóta. Kotyiás Ráhel Anna Mária a szlovákiai Hetényből érkezett a versenyre. Nem először van itt. Ő egy Vas Albert verset választott. Közel áll hozzám nagyon, mivel szeretem a verseket, és ez a vers is arról szól, hogy hogyan fakad a vers. És közel áll hozzám, mivel Vas Albertől megtanultam, hogy egyáltalán nem úgy kell fölfogni, hogy a vers az fakad, hanem a vers az születik. A nap végére az eredmények is megszülettek. A Nagy László pápajárási szavalóversenyen első osztályosok közül Reményi Réka a Tarciból, második osztályosoknál Szakács Boglárka szintén a Tarciból, harmadikosoknál Varga Marcell a Tarciból, negyedikeseknél pedig Pusztai Levente az Erkel iskolából lett a legjobb. Az ötödik osztályosok közül Gál Ádám Vajk Hetényből, hatodikosoknál Brenner Boglárka a Gyurácz iskolából, hetedik osztályosoknál Varga Izabella Anna a Munkácsi iskolából nyerte el leginkább a zsűri tetszését. A nyolcadik osztályosoknál az Erkel iskolás Pusztai Boglárka lett a legjobb versmondó.
A költészet napján a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont munkatársai a pápai középiskolások közreműködésével szervezték meg programjuk egy részét. Délután a főtéren flashmobbal hívták fel a járókelők figyelmét a Líra ünnepére, majd a színházépület emeleti előterében a Szücsinger duó várta a zene és irodalom barátokat. A főtéren négy középiskola diákjai találkoztak, hogy Radnóti Miklós Bájoló című versének megzenésített változatával hívják fel a figyelmet a költészet napjára, majd versút keretében elindultak a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színház épületéhez. Az intézmény költészet napi vendége a kortárs társas sorozatnak köszönhetően a Szücsinger duó volt. Szőcs Krisztián énekes zeneszerző és Szálinger Balázs költő műfordító zenés verses kettősével igazi ünnep lett az alkalom, a költészet napi rendezvény. Szerintem minden nap költészet napja. Örülök, hogyha van olyan, amikor mások külön ünnepelnek egy napot. Szőcs Krisztiánt és Szálinger Balást a közönség a Rájátszás sorozatból ismerheti, de barátságuk korábbi keletű. Így amikor jött az alkalom, egyértelmű volt a párosuk. A Rájátszás produkció keretein belül kezdtünk el együtt dolgozni, ami nagyon, nagyon nem esett nehezünkre, hiszen rendkívül jól szórakoztatjuk egymást egyébként is, így verbális szinten is, és hát elkezdődött ez a dolog, aztán szép lassan egy ilyen önálló kis mini produkció lett belőle, ami körülbelül másfél-két éve működik, és szerencsénkre most végre jutottunk pápára. Petőfi rockstár életétől kezdve a verseken, a két szereplős darabokon át egészen a klasszikus slágerek átiratáig jutott el a duó, akik bebizonyították, hogy a líra igenis élvezetes közösségi műfaj. Fél millió apró kockából épített kiállítási tárgy várta az érdeklődőket a hétvégi kockanapokon. A Tarci iskolában az egyik legnépszerűbb építőjáték művészien összeállított, egyedi darabjait mutatták be. A program érdekessége, hogy az összes kiállított elem egy gyűjtő tulajdonában van. Vasútállomás, tengerpart, városrészlet, óriáskerék, Star Wars figurák és Hobbit falu. Mindezek Lego elemekből. A hétvégi kockanapokra sokan voltak kíváncsiak. Az egyedi építmények közül a Star Wars kapta a legnagyobb hangsúlyt, de népszerű volt a vasútállomás és a labdaválogató is, ami a pápai kiállításra készült el. A bemutató minden egyes darabja egyetlen gyűjtő tulajdona, mondta el híradónknak Schnitzer Miklós szervező. Nála ez a hobbi, ez egy kicsit később indult, mint nálam, viszont tízszer olyan fanatikus benne, mint mi, ahányan vagyunk, de ez úgy gondolom, hogy a kiállításon maximálisan látszik is. Ő mindig a maximumra törekszik, mindenből a legjobbat hozzuk el az embereknek, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, ha valaki ilyenre adja a fejét. Mosonmagyaróvár, Győr és Veszprém után Pápán is megcsodálhatták a gyerekek és az érdeklődő felnőttek a valóban lenyűgöző építményeket. A kiállítás darabjai közel fél millió apró kockából álltak össze. Kibontasz egy doboz legót, akkor egy zacskó kocka van a kezedben, és a fantáziádra van bízva, hogy mit építesz belőle, és az ember bármit képes összerakni. A kiállított darabok mind egyedi ötlet alapján születtek. A programra nem csak fiúk, lányok is érkeztek. A gyerekek legtöbbje egy-egy kiállított tárgy előtt hosszan időzött és ámuldozott. Hát ilyen Star Wars-os legókat, ezt az óriás kereket, mert nekem még azt tetszett az a golyós? Igen, az a golyós. És neked mi tetszett a legjobban itt? Nekem is igazából a golyós, ami viszi a golyókat. A szervezők játszóházzal is készültek. A gyerekek szőnyegen vagy asztaloknál építhettek. Hogy mit, az a fantáziájukra volt bízva. Mit építettél? Zsiráfot. A kockanapok kiállítás nyárig még több helyszínen látható. Mosonmagyaróvár, Miskolc, Pécs és Eger a következő állomások. Pápán zárta magyarországi fellépés sorozatát a Bekecs Néptánc Együttes. Az erdélyi csoport 2012-ben már járt városunkban. A táncosok akkor folklór műsorral lepték meg a pápaiakat, most pedig egy mesejátékot mutattak be.
Hamupipőke történetét mesélték el táncjátékban, ötvözve a Grimm fivérek és Benedek Elek mesefeldolgozását. A Bekecs Néptánc Együttes 2007-ben alakult, 2014-ben a Fölszállott a páva külön díjasa lett. A csoport repertoárjába már bekerültek a táncszínházi előadások is, mint például a Hamupipőke. A nyárát szeredaiaknak nagyon sok fellépésük van, állami támogatást nem kapnak, próbálnak hivatásos együttesként boldogulni. Tavaly április óta igyekszünk a hivatásos státusznak olyan szempontból megfelelni, hogy ezt nem műkedvelőként, hanem hivatásszerűen űzzük. Erre példa a nagy mennyiségű előadás is, amit tartunk évente, ilyen 80 előadást tartunk, és alkalmazott tánckarunk van, tehát ez is nagyon fontos nekünk. Hamupipőke klasszikus történetét ismerik a gyerekek, de a Benedek Elekféle változatot már kevesebben, ezért a kettő ötvözetét dolgozták össze az erdélyi táncosok előadásukban. Például a báli jelenetet, vagy a cipőt, az muszáj volt, ugye? Mert a Benedek Elek mesébe a templomban ismerkednek össze a királyfival. És akkor egy ilyen mese ötvözetet készítettünk, ami szerintünk nagyon jól sikerült, és nagyon szeretik, hál' Istennek a gyerekek. A táncszínházi előadás hatalmas siker volt, az eddig ismeretlen elemekkel átszőtt klasszikus történetet vastagsal köszönte meg a pápai közönség. Holnap is jó időben lesz részünk, jöjjön az időjárás jelentés. Délelőtt napos idő lesz, de főként délnyugaton fátyolfelhők zavarhatják meg a napsütést, majd az egyre erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett már elszórtan lehetnek záporok, esetleg zivatarok. A délnyugati szél a nappali órákban a Dél-Dunántúlon erősödhet meg, illetve zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!